Sziasztok! Van egy nagy ötletem. Szeretném megszólítani az evangélikus gitárosokat. Inkább merénylet ez, az úgynevezett kihívás, ami most nagy divat itt a Facebookon. Szeretném, hogyha az evangélikus gitárosok egy kicsit így virtuálisan megjelennének. Szeretném összegyűjteni ezt a csapatot, akik ugye az evangélikus egyházban gitároznak, ifikben, gyülekezetekben éneket vezetnek, dalt szereznek, nagyon tetszik az, amit Szemerei Beniék csinálnak, hogy 2-3 naponta előveszik a zarándok éneket, és akkor a kedvenc dalokat végigéneklik, vagy végigénekeljük közösen, még kérni is lehet, ezúton köszönöm is Beninek és Fanninak, nagyon nagy dolog, amit csináltok, úgyhogy hajrá, így tovább. De innen jött az ötlet, hogy vagyunk még egy páran muzsikusok, gitárosok így az evangélikus egyházban, akik hasonlóan Benihez gitározgatunk, énekelünk, éneket vezetünk, és hát hogy miért ne lehetne az, hogy mindenki egy picit itt megjelenne. Egy olyan hátsó ötletem, gondolatom is van, hogy készítek majd egy olyan Facebook csoportot, aminek az lesz a neve, hogy evangélikus gitárosok. Nem baj, hogyha oda följelentkeztek majd. Annak is egy picit az a célja, hogy tanuljunk új énekeket. Tehát, hogyha új dalokat ismertek meg, osszátok meg majd ebbe a csoportba. Nem baj, hogyha új éneket éneklünk, nagyon jók a régi dalok, de néha azt érzem, hogy egy kicsi megújulás nem ártana ezen a területen is. Nagyon köszönöm a dalszerzőknek, hogy ha megosszák most is majd az új dalaikat, itt a lehetőség. Tehát a kihívásnak ugye az a lényege akkor, hogy minden kihívottnak kell egy dalt választani az zarándok énekbe, vagy mondjuk egy kedves dalt, vagy kedvenc dalt, de ha van saját dalod, akkor az lenne jó, hogyha azt előadnád, elénekelnéd. Jó lenne, hogyha tudnánk a dalról is, vagy a kedvenc dalról, vagy a saját dalról, amit éppen játszol, néhány dolgot, hogy miért szereted, vagy miért, mikor írtad, mikor született, miért, miről szól. Ennek igazából tényleg az a lényege itt húsvét előtt, hogy egy kis üzenetet átadjunk egymásnak, magunknak, és mindenkinek, aki nézi, vagy szereti ezt a stílust. Úgyhogy hogy az a dolgod majd, hogyha zenéltél egyet, énekeltél, akkor válasz 2 általad ismert gitárost, énekest, és szólítsd meg őket név szerint, hogy hasonlóan hozzád vagy hozzám játsszák, énekeljenek egy dalt, beszéljenek egy kicsit róla. 2 embert kell tehát választanod, mindenkinek mondd el, hogyha lehet, akkor csatlakozzon majd ehhez a csoporthoz, a videódban mondd el, hogy az evangélikus gitárosok csoportot keresse majd a Facebookon. Na, de én most 4 embert fogok kihívni, hogy minél szélesebb körbe induljon el ez a dolog. Egyből határon túlra megyünk, Koszta István barátomat szeretném kihívni először, nagyon régóta ismerjük egymást, jó barátságban vagyunk, Brassóba lelkész, István püspök helyettes, kérlek téged, hogy játsz egy jó kis dalt, amit szeretsz, vagy esetleg amit te írtál. Aztán egy másik generációt is megszólítok, szeretném, hogyha minél szélesebb körben, így nem csak határon túlon. Ja, Istvánhoz még visszatér, vagy ha 2 embert választasz, nem lenne baj, ha az egyik olyan lenne, aki ott erdélyi, és a másik pedig esetleg anyaországi, vagy a magyarországi, ha ismersz gitárosokat, hogy ottani gitárosokat is ismerjük meg. Na, Keveházi Sámuelt, ő egy fiatalabb generációhoz tartozik, téged is arra kérlek, hogy egy dalt játsz, kedvencet, vagy amelyiket te írtad, és te is szólíts meg 2 embert, egy olyat, aki talán a saját generációdba tartozik, vagy fiatalabbakat, hogy minél többen jelenjünk meg, akkor talán egy picit az idősebb generáció, nálam egy picit talán idősebb, Kocor Tamást, akinek nagyon sokat köszönhetek, sok dalt írt a zarándok énekben, és rengeteg dala van, az Izsóp zenekarban muzsikáltunk, énekkarban sok-sok éven keresztül, sokat köszönhetek, Tamás, neked innen is köszönök mindent, hálás vagyok érted az Úristennek is, úgyhogy még egyszer köszönöm neked, és akkor talán még följebb megyünk generációba, Győri János Sámuelt szeretném még megszólítani, aki szintén nagy dalszerző, hogy ő is gitározzon, énekeljen egyet a régi dalok közül.
Úgyhogy mindenkinek sok erőt kívánok ehhez a szolgálathoz. És az én dalom, én nem vagyok egy nagy dalszerző, igazából egy slágeres zenész vagyok. A Szél Rózsa dal, amit a Zarándok énekben találtok, ez a zenéje az én szerzeményem. A szövegét Szigetini Szentecki Katalin írta. Annak idején vagy a szolnoki, vagy a tatai Szél Rózsára született ez a dal. Volt egy felhívás, hogy Szél Rózsa himnusz, Szél Rózsa éneket lehet benyújtani, és akkor Katta megírta a szöveget, és kért meg engem, hogy próbáljak rá valamit alkotni, és akkor ez így sikerült. Nagyon aktuális egyébként a szövege, nem fogom végénekelni az egészet 5 versszakig, de hívásod most járjon át, életemben tégy csodát, keresztedre nézek, ez most nagyon aktuális, erre hívja fel a figyelmet így húsvét előtt, húsvét hajnal fénye, életem reménye. Ez az 5. versszakban a világ világossága, akiről igazából szó van, akire figyelhetünk most. Jó, mindenkinek sok erőt még egyszer ehhez a feladathoz, szolgálathoz, légy szíves, adjátok tovább a kihívást, akik meg vagytok szólítva, minél több dalt halljunk, tanuljunk újat, ha tudunk, de hallgassuk a régi dalokat is. Téged kereslek, Uram, te vagy célom és utam, feléd nyújtom kezem, jöjj, találkozz velem, téged kereslek, Uram. Soha nem hátrálok meg, olykor lábam megremel, keskeny úton járok, így hazatalálok, soha nem hátrálok meg. A Szél Rózsa minden irányából hozzád érkezünk, áld meg minket, erős várunk, Istenünk. Itt vagyok, küldj engem el, erősíts szent lelkeddel, jó gyümölcsöt várok, legyek tanítványod, itt vagyok, küldj engem el. Hívásod most járjon át, életemben tégy csodát, keresztedre nézek, veled újra élek, hívásod most járjon át. Minden irányából hozzád érkezünk, áld meg minket, erős várunk, Istenünk. Világ világossága, lámpásom a homályban, már egy picit a fénye, életem reménye, ilyen világossága. A Szél Rózsa minden irányából hozzád érkezünk, áld meg minket, erős várunk, Istenünk. A Szél Rózsa minden irányából hozzád érkezünk, áld meg minket, erős várunk, Istenünk. Na, bocs, közben Jakobfiam elkezdett itt ütőgardonozni is, de azért a lényeget kivettétek. Hajrá mindenkinek, sziasztok!